arra készülünk, hogy aki ellátogat, az sok újdonsággal a tarsójában térjen haza. Implantológia kongresszus 2020. októberében a Dental World-ön a témavezetőt kérdeztük az idei témákról. Én úgy gondolom, hogy implantológiában a Dental World mindig is a legaktuálisabb témákkal foglalkozik. Idén is az idei programot is ennek megfelelően állítottuk össze. Az én véleményem az, hogy az implantológiában a digitális eljárások és a navigált sebészet számít kúrens témának, a periimplantális szövetek kezelése, illetve a periimplantitisszel kapcsolatos beavatkozások. A témák közül, amik fontosak a implantológiában manapság, kiemelném én például Norman von Sternberget, aki a különböző navigációs eljárások terén fog egy ragyogó előadást tartani, de említhetném Bodrogi Attilát is. Ő a implantátumok, illetve a kihúzott fogak körüli szövet menedzseléssel kapcsolatban árul el majd nekünk titkokat, illetve az eredendően olasz származású, de Amerikában dolgozó Francesco Amatót említeném még, aki a front régiónak a egyfogaspótlásairól fog beszélni, ami szerintem egy kimondottan izgalmas és érdekfeszítő terület. Én a magam részéről mindig a workshopokat kedvelem leginkább, de lesznek emellett élőműtétek, lehetőség nyílik beszélgetésre, ha előadókkal különféle interjúkat meghallgatni, kerekasztal beszélgetéseket. Tehát sokszor számomra talán még szimpatikusabb és vonzóbb tud lenni, amikor nem egy nagy tömeghez beszél az előadó, hanem egy kicsit testközelből is lehet vele találkozni és megtudni egy-két tippet és trükköt. Arra készülünk, hogy aki ellátogat, az sok újdonsággal a tarsójában térjen haza. Mostanság kicsit oda jutott a világ, mintha csak a Covid létezne, mint betegség, és úgy gondolom egyetértünk a kollégákkal abban, hogy nagyon sok betegség létezik még. Nyilván ez egy szempont, amire a Dental World-ön 100%-osan figyelünk, emiatt egy kicsit sem lesz kockázatosabb ellátogatni, mint bárhova a világba abban az időpontban. És hát az is fontos, hogy léteznek még foghiányok, páciensek, akiket kezelni kéne, ezért fontos, hogy a Dental World is megrendezésre kerüljön.